Sziasztok! Köszöntök titeket újra a csatornán. Itt ma remek idő van, ezért úgy gondoltam, hogy ez egy tökéletes alkalom, hogy egy újabb jogás videót forgassak nektek. Ez most egy kicsit más lesz, mint a múltkori. Power jogát fogunk csinálni, vagyis sokkal dinamikusabb mozgást, és ez tényleg egy saját testsúlyos edzéssel felér. 15-20 percre van szükségetek, és az egész testeteket megmozgatjátok, higgyétek el, utána remekül fogjátok magatokat érezni, úgyhogy mindenkinek csak ajánlani tudom. Nincs más hátra, mint hogy csapjunk bele. Matracunkon kis terpezbe állunk, kihúzzuk magunkat, tenyerünket a mellkasunk előtt összeérintjük, és a légzésünkre figyelünk. Hosszú belégzések, hosszú kilégzések. Figyelmünket teljesen jógára összpontosítjuk, és minden felesleges gondolatot elengedünk. Kezünkkel felnyújtózunk, majd a jobb kezünket leengedjük, és a jobb oldalra dőlünk. Vissza középre, belégzés, majd kilégzés, a bal kezünket engedjük le, és a bal oldalra dőlünk. Vissza középre, kezünket 90 fokos szögbe behajlítjuk, és hátra dőlünk, amennyire csak tudunk, ha megy, akkor nézzünk fölfelé. Vissza középre, most a kezünket a hátunk mögött összekulcsoljuk, és előre dőlünk. Leengedjük a kezünket, ellentétes tenyérrel, ellentétes könyököt megfogjuk, és kicsit balra-jobbra mozgathatjuk magunkat, és ezáltal is jobban nyújtjuk a hátat. Hátunkat kiegyenesítjük, majd plank pozíció, chaturanga, leengedjük magunkat szépen lassan, kezünkkel felnyomjuk a felső testünket kobra pozícióba, majd vissza a földre, és ezután pedig gyermek pozícióba hátra nyújtózunk. Próbáljuk meg az arcunkat minél jobban a matrac irányába tolni, és ezáltal a hátat, a vállakat minél jobban nyújtani. Feltoljuk magunkat lefele néző kutyába, hol az egyik, hol a másik lábunkat behajlítjuk, minél jobban bemelegítsük a lábakat. Vissza lefele néző kutyába, jobb lábunkat felemeljük, tartjuk, majd előre lépünk a két kezünk közé. Felső testünkkel felegyenesedünk, crescent pose, belégzés, majd kilégzésre a hátsó lábunkat hajlítjuk, belégzésre egyenesítjük. Kilégzésre hajlít, belégzésre egyenesít. Kilégzés hajlít, belégzés egyenesít, kilégzés hajlít, tartjuk a pozíciót, majd belégzés felegyenesedünk, kilégzésre tenyerünket lehelyezzük a földre, visszalépünk plank pozícióba, chaturanga, felfele néző kutya, majd lefele néző kutya. És következik a másik oldal, bal lábunkat felemeljük, tartjuk, majd előre lépünk a két kezünk közé. Felső testünkkel felegyenesedünk, belégzés, kilégzésre hátsó lábunkat hajlítjuk, felső testünkkel próbáljunk meg minél jobban hátradőlni. Belégzés, kilégzés, hajlít, belégzés egyenesít. Kilégzés, belégzés. Kilégzés, hajlít, tartjuk, majd belégzés, felegyenesedünk, tenyerünket lehelyezzük a földre, és ismét plank pozíció, chaturanga, felfele néző kutya, majd lefele néző kutya.
Elfordulunk a jobb oldalra, jobb kezünket felnyújtjuk, oldaltartás, figyeljünk, hogy a csípőnk ne essen le, hanem nyomjuk felfelé, és megpróbálhatjuk a felső lábat behajlítani, vagy akár kinyújtani. Tartjuk a pozíciót, majd a jobb lábunkkal a kezünk közé lépünk, felső testünkkel felegyenesedünk, belégzés, majd kilégzésre előre dőlünk, kezünket hátra nyújtjuk. Belégzés, felegyenesedünk, kilégzés, kezünket hátra, előre dőlünk. Belégzés, kilégzés, előre dőlünk, belégzés, majd kilégzésre testsúlyunkat a jobb lábra helyezzük, és így megpróbáljuk az egyensúlyunkat tartani, hasunkat behúzzuk, lábunkat minél jobban kinyújtjuk. Kilégzésre hátsó lábunkkal visszalépünk, majd plank pozíció, chaturanga, felfele néző kutya, majd lefele néző kutya. Oldaltartás, bal oldalra, bal kezünket felnyújtjuk, figyeljünk, hogy a vállunk se essen le, illetve a csípőnk se, toljuk fel a vállunkat is, illetve a csípőnket is. Előre lépünk a bal kézzel, felegyenesedünk, kilégzés, előre dőlünk, kezeket hátra nyújtjuk, belégzés, kilégzés, belégzésre felegyenesedünk, kilégzés, előre dőlünk, belégzés, felegyenesedünk, testsúlyunkat a bal lábra helyezzük, és előre dőlünk. Ha elveszítjük az egyensúlyunkat, semmi probléma, térjünk vissza a pozícióba. Visszalépünk, tenyerünket a földre helyezzük, plank pozíció, kilégzés chaturanga, belégzés felfele néző kutya, kilégzés lefele néző kutya. Kis hasizom erősítést fogunk végezni, jobb lábat felemeljük, majd a jobb térd a bal könyökhöz, vissza, jobb térd jobb könyökhöz, vissza, majd pedig jobb térd a mellkashoz, vissza felnyújtjuk a lábat, majd a két tenyerünk közé lépünk, felegyenesedünk, harcos egy pozíció, harcos kettő, és végül kilégzésre hátra nyújtózunk. És érezzük az oldalunkba nyújtást. Mindkét tenyerünket jobb láb elé helyezzük, a bal lábunkat felnyújtjuk, és próbáljuk meg a jobb lábat is minél jobban kinyújtani, majd kilégzésre behajlítjuk a jobb lábat, belégzésre kinyújtjuk. Kilégzés hajlít, belégzés nyújt. Kilégzés hajlít, belégzés nyújt, kilégzés hajlít, belégzés. Anélkül, hogy a lábat leraknánk, bal lábat előre hozzuk, behajlítjuk, majd a bal lábat a jobb térdre helyezzük, és előre dőlünk. Bal csípőnkbe kell éreznünk a nyújtást, visszaegyenesedünk, majd pedig a bal lábunkat lehelyezzük a földre, székpozíció, kezünket felnyújtjuk, majd előre dőlünk, hátunkat kiegyenesítjük, visszadőlünk, hátralépünk plank pozícióba, chaturanga, felfele néző kutya, lefele néző kutya.
és ugyanezt fogjuk elvégezni a másik oldalra, bal lábunkat felemeljük, bal térd a jobb könyökhöz, vissza, bal térd bal könyökhöz, visszanyújtjuk, majd bal térd a mellkashoz, vissza, előre lépünk a két tenyerünk közé, felegyenesedünk, harcos 1, kilégzés, harcos 2, majd pedig hátradőlünk. Ahogy a másik oldalon tenyerünket a földre helyezzük, jobb lábunkat hátra felnyújtjuk, próbáljuk a bal lábat is minél jobban kinyújtani, majd kilégzésre hajlítjuk mindkét lábat, belégzésre nyújtjuk, kilégzés, belégzésre nyújt, kilégzésre hajlít, belégzés nyújt, kilégzés hajlít, nyújt, kilégzés, belégzés, felső testünkkel felegyenesedünk, jobb lábunkat előre hozzuk, majd a jobb lábat a bal térdre helyezzük, és felső testtel előre dőlünk. És itt is jobb oldalon a csípőnkbe kell érezni, illetve a lábba nyújtást. Felső testtel felegyenesedünk, lábunkat lehelyezzük a földre, székpozíció, kezünket előre nyújtjuk, előre dőlünk, hát egyenesít, vissza előre dőlünk, plank, chaturanga, belégzés felfele néző kutya, kilégzés lefele néző kutya. Jobb lábunkat felemeljük, szintén a két tenyerünk közé lépünk, felső testtel felemelkedünk, kezeket kinyújtjuk, harcos 2 pozíció, majd belégzésre kinyújtjuk az első lábat, kilégzésre hajlít. Belégzés nyújt, kilégzés hajlít, belégzésre nyújt, kilégzés hajlít. Beforgatjuk a jobb talpunkat is előre, majd kilégzésre guggolás, belégzésre nyújtózunk. Kilégzés, guggol, belégzés, nyújt. Kilégzés, guggol, belégzés, nyújtózunk. Visszajövünk harcos 2 pozícióba, tenyerek a földön, visszalépünk plankbe, chaturanga, felfele néző kutya, lefele néző kutya. Felemeljük a bal lábat, bal lábbal két kezünk közé lépünk, felegyenesedünk, harcos 1, harcos 2 pozíció, belégzésre első lábat nyújtjuk, kilégzésre hajlítjuk. Belégzés, kilégzés, hajlít, nyújt, hajlít, belégzésre nyújt, bal lábunkat is előre forgatjuk, majd ismét guggol, kilégzésre guggolunk, belégzésre nyújtózunk. Kilégzés, guggol, belégzésre nyújtózunk. Visszajövünk harcos 2 pozícióba, mindkét lábunkkal előre lépünk, felső testünkkel előre dőlünk. Majd felegyenesedünk, és most pedig is kis egyensúly gyakorlat, leengedjük magunkat, majd felegyenesedünk. Leengedjük lábunkat, hajlítjuk, felegyenesedünk, utoljára szépen leengedjük magunkat, és leülünk a matracra, egyenes háttal kezünket előre nyújtjuk, lábunkat kicsit behajlítva tartjuk, majd tenyereket összeérintjük, és hol bal, hol a jobb oldalra forgatjuk a felső testünket, lábunkat mindeközben tartjuk, és hasizomból dolgozunk.
Tartjuk a pozíciót, majd mind a felső testünket, mind a lábunkat talajhoz közelítjük, nyújtózunk, majd visszajövünk középre. Kilégzés, nyújtózunk, visszajövünk középre. Kilégzés, belégzés. Kilégzésre reengedjük magunkat a matracra, és nyújtózunk egy nagyot. Nehezén már túl vagyunk. Lábunkat behajlítjuk, olyan közel kell lenni a talpunknak, hogy a kezünkkel elérjük a sarkunkat, majd a csípőnket felnyomjuk. Ha szeretnénk, felmehetünk hip pozícióba is, vagy tartjuk ezt a pózt, és csípőnket minél feljebb próbáljuk megtolni. Leengedjük magunkat a földre, jobb lábat a bal térdre helyezzük, bal lábunkat is felemeljük, és ezáltal nyújtjuk a jobb lábat, illetve a jobb csípőt. Lábcsere, bal lábat helyezzük a jobb térdre, jobb lábat is felemeljük a földről, és nyújtjuk a bal lábunkat, a bal csípőt. Mindkét lábat átkaroljuk, adhatunk magunknak egy kis hátmasszást, előre-hátra, jobbra-balra, dőljünk, ami jól esik, majd pedig feljövünk törökülésbe, becsukjuk a szemünket, hosszú belégzés, hosszú kilégzés, belégzés, kilégzés, belégzés, felnyújtjuk a kezünket, majd előre dőlünk. Namaste!